Tisztelt dékán úr, tisztelt dékánhelyettes úr, tisztelt gazdasági főigazgató úr, tisztelt kollégák, tisztelt vendégek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt álltok önök előtt a mai alkalommal az Igazságügyi Minisztérium által támogatott konferencia megnyitóján a technológiai fejlődés társadalmi kihívásai és hatása jogi szabályozásra címmel kerül megtartásra a mai konferencia. Ez egy hosszú út, egy hosszú ív, ahol tartunk, hiszen minden egyetemnek meg kell találni a hangját, meg kell találni azt a területét, amivel foglalkozni akar, és gyakorlatilag az Igazságügyi Minisztériumban, mikor hosszú-hosszú évekkel ezelőtt még Törő Csaba dékánnéjével idejében, Komicsko dékánhelyettes úrral és ugyanilyen dékánhelyettesként, jó magam, ott voltunk Tócsányi László mostani rektorunknak a irodájában, és beszélgettünk arról, hogy melyik egyetem mit kutasson, mivel foglalkozon, és mi legyen az a hang, amivel foglalkozunk, és mi legyen az egyetemnek az a jellege, az a karakter, amivel foglalkozon, el kell gondolkoznunk, hogy mit találjunk. Hiszen vannak olyan egyetemek, amelyek klasszikusan ugye a polgári jog, vannak amely egyetemek, amelyek klasszikusan a fogyasztóvédelem, vagy éppen valamilyen más területekre specializálódtak. És hát nyilvánvalóan egy friss, egy új, talán a legfrissebb jogi kar vonatkozásában nyilván meg kell találni azt a témát, amely egyébként számunkra valóban testhez álló és valóban egyfajta specialitást tükröz. Kedves kolléginák és kollégák, nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A technológiai fejlődés kapcsán megtanultunk online konferenciákat rendezni, és most mégis nagy-nagy örömmel látom, hogy személyesen itt vannak, és itt lehetünk együtt, mert más hangulata van egy személyesen megtartott konferenciának. Május a konferenciák hónapja, idén májusban tartottunk már a betű és szó lélek kapcsán konferenciát, volt a környezetvédelem témakörében egy rendezvényünk, ami egy rendezvénysorozat része, és most a technológia fejlődésével kapcsolatos, most már hagyományosnak tekinthető konferenciát nyithatjuk meg. Döbbenetes, hogy olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy az 5 évvel ezelőtt újnak számító dolgok már lassan már el is avulnak, ami azt jelenti, hogy újabb és újabb fejlődés elé nézhetünk, újabb és újabb jogi problémákat kell megoldani. A technológiai fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozása területen zajlottak. Első hallásra talán még a szakemberek számára is kissé komplikáltnak, de minimum összetettnek tűnik ez a témakör. De legalábbis elgondolkodhatónak. A bizonytalanul lecsengő koronavírus járvány után a szomszédunkban dúló háború közepén mit mondhatunk mi szakemberek, jogászokként, kutatóként az imént idézett meghatározásra. Egészen pontosan érdemes-e ilyesmivel foglalkozni a 21. század első negyedében, amikor egyéni és közösségi gondjaink is sokkal súlyosabbnak tűnnek, vagy legalábbis aként éljük meg, mint bárminden jogi szabályozás. Elkalandozott gondolati világunkból a költő hoz vissza minket a cselekvés színpadára. Amint azt Baranyi Ferenc egyik versében megfogalmazta, csak tedd a dolgot, s itt tegyed. A vállon marék hazánk világi súlya fekszik. Itt szabja napjaink parányi tettét, hol hittel, hol meg erővel az észben. A milliókra osztott hősiesség. Még akkor is, ha régen észrevétlen. A világ ránk tekintve arra számít, hogy vállalunk gondjából egy hazánk. A dékán helyettes úr említette nem csak a mellettünk zajló háborút, hanem a COVID időszakot is. Az én általam kutatott területen volt hatása a COVID-nak. Sokkal több kiberbűncselekményt követtek el, és sokkal jobban behálózták a COVID időszak alatt a szobájukba a számítógépük elé bezárt gyerekeket a cyber bűnözők. Úgyhogy ezzel is foglalkozik a tavaly megszületett EU gyerekjogi stratégia, megállapítja, hogy a gyermekek még nagyobb veszélybe kerültek, és ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megelőzzük és leküzdjük az online erőszakot.
mesterséges intelligencia etikájával kapcsolatban jelent meg egy felhívás, ha jól emlékszem, az elmúlt évben. A klasszikus alapelveket tartalmazza ez a felhívás, az átláthatóságtól, az adatbiztonságon keresztül egészen a megfelelő szabályozásig. Az IBM, a Microsoft, a FAO, illetve érdekes módon a Vatikán írta alá ezt a szabályozást, ahogy mondjuk tavaly, és azt mondják, hogy három fő beavatkozási terület van, az etika, a nevelés és a jogok kérdése. Azért tettem ki ezt a diát, mert azt gondolom, hogy itt az egyetemen nagyon jó helyen vagyunk. Tehát, hogy tényleg úttörő terület tud ez lenni a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kara számára, ahol bőven van előrelépési lehetőségünk, pláne akkor, hogyha ilyen nagy partnerek mozognak, vagy érdekeltek mozognak ezen a területen. A választóbírósági eljárásban, a kereskedelmi választóbírósági eljárásban nagyon jellemző az, hogy nem egy országnak a peres felé, vagy nem egy országból származó peres felé vitatkoznak egymással, hanem adott esetben nemzetközi szinten különböző országok képviselői és entitásai vesznek részt a vitarendezési eljárásban. Mostani kutatásunk egy abszolút, nyugodtan mondhatom, egy kezdeti állapotban van. Azért mondom ezt ilyen bátran, mert nagyon-nagyon hosszú távra tervezünk. Tehát ennek az empirikus kutatásnak pontosan az a lényege, hogy a közösségi média használati szokásokat és a közigazgatás által használt közösségi média platformok, vagy a közigazgatás szerepvállalását a közösségi médiában, az kifejezetten hosszú távon vizsgálja, tehát ne egy-két év távlatában akár, vagy ne egy pillanat felvételt készítsen, hanem nagyon-nagyon hosszú folyamatot szeretnénk majd egy hosszú-hosszú út végén belátni, akár 10 éves távlatban is, mert azt gondoljuk, hogy akkor lehet jól modellezni azt, hogy mit történtek és milyen jelenségek hatottak a közigazgatás működésére. Tanulmányomban négy nagy szociális ágat, illetve három nagy szociális ágat vizsgálok, és egy olyan kérdéskör, ami már a tanulmányom elkészítése, illetőleg a tanulmány tervezet leadása után merült fel, így tanulmányokban foglalkozom az egészségügyi szolgáltatások előtt álló kihívásokkal a 21. században, a nyugdíjbiztosítás előtt álló kihívásokkal a 21. században, a foglalkoztatáspolitika előtt álló kihívásokkal. És megpróbálják a várost, a városi működésbe bevinni az ő technológiáikat. Ez a technológia, ami megjelenik így a városban, ezek önálló, egyedi technológiai fejlesztések. Maradnék a klasszikus értelmezésnél, azt értem munkai demokrácia alatt, két síkon fogom ezt vizsgálni, egyéni meg kollektív munkajogi szempontból. Ugye egyéni síkon a munkai demokrácia arra utal, hogy a munkavállalóknak van-e bármi beleszólása, intézményesített beleszólása a munka feltételeik alakításában, a munka magánélet egyensúly, stb. Kollektív szinten pedig, hogy a munkavállaló érdekképviseletek, szakszervezet, üzemi tanács, részvételi jogok tudnak-e a munkahely működésére befolyást gyakorolni. Változások korát éljük, de ha visszatekintünk, akkor változásnak vannak előzményei. És ha még aprólékosabban megnézzük a történelmet, akkor kiderül, hogy voltak azért nagy változások. Ezen a piacon, az online térben, ezen platform szolgáltatásokkal kapcsolatban az alap egyik működési modell, ez az élóállasság, ahogyan dékán utalt rá, ez egy ilyen látszólagos költség nélküli játszma, mert valójában valós értékkel bíró tranzakciók zajlanak itt már a felhasználók és a platform között, hiszen senki nem gondolhatja, hogy a Google meg a Facebook az élóállas üzleti modellben lettek a legjobb cégek a világon. Tehát valós üzleti értékkel bíró adatátadás zajlik a felhasználók részéről, akik ráadásul még egy korlátos erőforrással fizetnek, ez pedig az ő figyelmük, amiből mindenkinek ugyanannyi van egy napban 24 óra. Ennek a figyelemnek a minél nagyobb értékű bevonzása és lekötése igényli a tartalmat. Ahhoz, hogy a platform értékes tartalmat tudjon fejleszteni és nyújtani, ahhoz az arra van szükség, hogy neki minél több bevétele legyen, ahhoz, hogy minél több bevétele legyen, ahhoz meg minél több hirdetőre van szükség, minél több hirdetője van, annál több a bevétele, annál értékesebb a tartalom, ő annál több felhasználót tud behozni a platformra. És akkor zárszót tartanék.
Egy nemzet ereje a kiművelt emberfő sokaságában rejlik. Gróf Széchenyi Istvántól származik a kijelentés, akit méltán emlegetnek korának legnagyobb magyarjaként. Széchenyi a nemzet felemelkedése tekintetében fontosnak tartotta a magyar tudományos élet megerősítését és támogatását. A Kármi Gáspár református egyetem állam és jogtudományi karán 2021-2022-es kutatási időszakban a technológiai fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozásra témakört jártuk körül.